A Szegedi Virtus Karate Egyesület versenyzői a formagyakorlatot mutatják be. Hamza Zsolt tanítványai közül ketten jártak Romániában nemzetközi versenyen, a 25. Banzai Kupán. Mindketten a katában, azaz a formagyakorlatban voltak eredményesek. A szegedi versenyzők a dobogó első két fokára állhattak fel. A Sárközi Renátó kategória győztes lett, azaz első helyezést ért el, és Kis Olivér pedig felnevezéssel, ami azt jelenti, hogy ő szintén a katet korosztályban indult, ahol a Sárközi Renátó ott második helyezést ért el, ami megint csak egy rendkívüli eredmény, hiszen barna és feketeövesek között volt, szerepelt ott sárgövesként. Mindkét szegedi karatékát meglepte a saját jó teljesítménye. Kis Olivér és Sárközi Renátó is az esélytelenek nyugalmával utazott a viadalra, mégis övék lett az arany, illetve az ezüstérem. Olivér elégedett az eredményével. Nem volt semmi ilyen érzés, hogy én második lettem ennek, és nagyon örültem, mert nagyon nehéz volt a korcsoportunk, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt is el tudtam érni. Elég sokan voltunk, feketeövesek voltak szinte, mindegyik ügyes volt. Hát nem hittem, hogy nyerni fogok. A romániai győzelemmel jól indult a 2018-as versenyszezon a virtus karate sportolóinak. A további terveikben más szomszédos országokban esedékes nemzetközi versenyek is szerepelnek.